jelenleg Baján az egykori hadifogolytáborhoz tartozó, már exhumált területen tartózkodunk. Mögöttünk lévő laktanya épület területén alakították ki a hadifogolytábor egy részét 1944 végén, és 1945-ben egészen a 45 nyaráig működött ezen a területen, illetve a baraktábor területén, amely nem mögöttünk, hanem mellettünk helyezkedik el a hadifogolytábor. És az ott szükség temetőkben eltemetett hadifogolytáborban raboskodókat exhumálták 1948-ban, és jelenleg ennek az exhumált és áttemetett sírhelyének a feltárása zajlik a német partnerszervezettel együtt. A 45 elejé budapesti ostrom után az ott fogolysorsra jutott katonákat terelték gyalog nagyrészt, illetve volt egy kis részben szállítással is, akiket itt aztán fogolytáborba zártak, illetve a dunántúli harcok során fogságba esett magyar és német katonák kerültek még ide, valamint később civilek is bekerültek ebbe a táborba.